Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját ünnepelte városunk október 23-án a Szabadság téren. A forradalmi események méltó megünneplésére Ercsiváros képviselőtestülete impozáns emlékművet állítatott, mely Pannonhalmi Zsuzsa keramikus művész alkotása. Ercsiváros önkormányzatának a megbízásából ön készítette Ercsi egyik új jelképét. Hogyan kezdett neki a munkának, hogyan jött az ötlet? A felkérés elindítja az emberben a különböző gondolatokat. Személyes élmény, 4 éves voltam, mégis élesen bennem maradt, hogy nagyon féltettem a szüleimet, meg nem engedtek ki az utcára. És az ágyú dörgéstől állítólag én annyira féltem, hogy bementem a pincébe, ami semmit nem védett volna, de gyerekként ott jó játék is volt, gondolom. Ez emocionális élmény volt. Mi még egyetemista korunkban, hogyha a Nemzeti Múzeumban megjelentünk október 23-án, abból gond volt, rendőrségi föllépés. Tehát ez is egy élmény. Végül is talán helyreállnak ezek a megítélések. Ennek szeretnék én az egyik eszköze lenni. A nemzeti színű szalag átvágása előtt dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. Ami ellen küzdöttünk 56-ban az az, hogy az értelmiség és a dolgozók közötti árkokat nem szabad mélyíteni. A október 23-ai esemény megmutatta, hogy összefogtak azok, akiknek tiltották, hogy egyáltalán egymással kapcsolatot teremtessenek, és tették bizony a dolgukat, és ezek a fiatalok hősiesen álltak helyt a forradalmi napokban. Sajnos november 4-én fordult a helyzet, és az a szabadság, amelyet a fiatalok összefogva több társadalmi réteggel megkívántak valósítani, eltiprásra került. A Szabadság emlékmű felavatását követően a város képviselőtestülete, az intézmények és a civil szervezetek helyezték el a koszorúikat. A megemlékezés az Eötvös József Művelődési Házban folytatódott. Győri Máté polgármester ünnepi beszédében a forradalom hősei által meghozott áldozatokra hívta fel a figyelmet. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket nemzeti ünnepünkön, amikor az 56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján közösen idézzük fel ezeket a hősöket, nemes küzdelmüket, és egyben ünnepeljük azt a szabadságot, amiért ők harcoltak, és ami ma a miénk lehet. 56 hősei tanulmányozva egyszerű életek rajzolódnak ki a szemünk előtt. Olyan hozzánk hasonló egyszerű emberek portréi, akik nem különleges képességeik vagy hangzatos szavaik, hanem a hazaszeretetük és a családjuk, városuk és nemzetük iránt érzett felelősség tett hősökké. Nagy Imre, Manléter Pál, a pesti srácok, vagy éppen városunk forradalmának vezetője Szarvas Imre emléke azt üzeni, arra bátorít, hogy mindnyájan hősök lehetünk, ha készek vagyunk másokért, magunknál nagyobb és nemesebb célokat szem előtt tartva élni. Ercsi városa idén, 60 évvel a forradalom után emlékművet állított a hősök és tetteik, szavaik emlékének, és ez egyben nem csak emlékezés, hanem szabadságunk ünneplése is. Az emlékművön látható összetört vörös csillag és a felemelt Kossuth címer, a lyukas zászló, a költő Márai Sándor megrendítő sorai, vagy a mártír halált halt Nagy Imre utolsó, méltóságteljes, igaz mondatai, a helyi forradalmárok nevei, és aztán a rabságból kitörő Galambok csapata, által ott állnak a település legújabb terén, a Szabadság téren, városunk köztudatában, erőt adó emlékként, lelkesítő példaként és bátorításként, és reményként mindannyiunk számára, mert ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak. Az ünnepi beszédet az Eötvös József Általános Iskola diákjainak Egy vérből valók vagyunk című műsora követte. Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk. Thank you.
Az ünnepség zárásaként a város vezetése álló fogadással várta a résztvevőket.